Szép jó reggelt kívánok minden jótoknak, remélem jól látszom, hallatszom. Megint jöttek ilyen kérdések, hogy Vivi, miért csinálta pontosan ezeket a megoldástréningeket, meg bizalmi hittréning, meg mindenféle ilyen reggeli meetingeket. És hát ennek egy története van, azt muszáj, hogy tudjátok. Annak idején, amikor mi kimentünk Kanadába, akkor ilyen borzasztóan egyedül éreztük magunkat. Tehát nem tudom, ti voltatok-e már, gondolom, akik ugye nem Magyarországra néztek engem, pontosan tudjátok, miről van szó, hogy kimész egy országba, nem tudod a nyelvet, aztán hát olyan baromi egyedül érzed magad, és hát ott is meg kell élni a napi dolgokat, és hát elmondom nektek, hogy egy bizonyos dolog nagyon komoly segítséget adott nekem, és ez nem más, mint a különböző ilyen reggeli indítatások. És ez pontosan úgy nézett ki, hogy annak idején a tankapuja a buddhista főiskolán volt két barátom innen Csongrádról, akik hoztak nekem egy újságot, aminek a neve az volt, hogy Harmonet. Nem tudom, hogy létezik-e még ez. És a Harmonetben meg, ez egy olyan magazin volt, ami az élet dolgairól szólt, és ott volt egy I Ching nevezetű ilyen, hát ez ilyen jóslatok, vagy jóslás, de nem ez a képes újság szerinti, mit tudom én, ilyen, hát ilyen légből kapott dolog, hanem elég egész komoly asztrológusok az aznapi feladatokat, az aznapi ilyen történéseket ecsetelték, és elmagyaráztak, hogy most nem érdemes bevágni mondjuk egy üzleti kapcsolatba, de mondjuk a párkapcsolatban meg érdemes egy kicsit odafigyelni. Aztán, tehát minden napra el volt rendelve, hogy különben még mit érdemes csinálni aznap. És ez nálam az annyira érdekes volt, mert ugye már akkor negyedik éve én minden nap nézegettem ezt a Harmonet újságot, és így rászoktam arra, hogy így minden reggel így szépen más ugye a hírlapot olvasta meg, mit tudom én, akkor még annyira nem volt ez a Facebook meg internetes dolog, és úgy nézegettem ezt az újságot, és akkor tök jó indítatás volt, hogy úgy bejöttek azok a dolgok, hogy néztem, hogy hát most nem érdemes ebbe bevágni, de ebbe viszont érdemes, és akkor nem csodálkoztam azon, hogyha mondjuk bizonyos dolgok nem mentek, mert tudtam, hogy hát valószínű, hogy a csillagok állása, vagy a stb., vagy az energiák úgy vannak, hogy most nem érdemes azzal foglalkozni, de mással meg igen, és azok meg tényleg jól működtek. És nálam ez ilyen rendszeres lett. És nagyon sok ilyen rossz paszba, amikor így fölkeltem, és tudjátok, amikor fölkelsz, és akkor semmi hangulatod nincs, és én elég komolyan keltem korán 3:30-kor, hogy odaérek a munkahelyemre, és mindig elolvastam, és olyan jó kedvem lett, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne ez így élőben is, vagy lenne így egy olyan fickó, vagy egy olyan hölgy elmondaná így reggelente, hogy mit érdemes csinálni, mi mit nem érdemes csinálni. És mit ad Isten, ahogy hazajöttünk Kanadából rá olyan 10 évre, elkezdtem látni ilyen videókat. Na most azok se reggeli videók voltak, hanem ilyen megoldás videók voltak, és külön ilyen célcsoportra is megvoltak ezek a videók, vagy illetve ezek a konferenciák. És hát akkor ugye elég komolyan már belevágtuk magunkat a network szakmába, és arra gondoltam, hogy milyen lenne, ha ilyen network szakmában lévő emberkéknek is lenne ilyen napindító. Bármilyen cégnél vannak, ugyanazokkal a feladatokkal küzdködnek ezek az emberek, a meghívás, tárgyalás, lezárás, meg az ehhez kapcsolódó mindenféle dolog, és mi lenne, hogyha úgy reggel így a networkerek mondjuk Magyarországon velem kellnének, ez volt ugye az álom, de igazán arra gondoltam, hogy csak akkor lehet ezt hitelesen művelni, hogyha benne vagyok én is a cégbe, csinálom a napi dolgaimat, és hát én is ugyanúgy leszervezek tárgyalásokat, én is ugyanúgy végzem a munkámat, tehát nem az van, hogy egy valamilyen könyvet lefordítunk, és akkor majd abból majd valamilyen napindítást csinálunk kötelező jellegen, az nem lenne hiteles, hanem kicsit hasonló ez, mint a Joe Girard Hogyan adja bárkinek bármi című könyvét, biztos, hogy olvastátok, és a Joe, ő kint volt a harctéren, és úgy adott tanácsokat embereknek, és hát benn van a Guinness Rekordok könyvében is egyébként ő, ajánlom mindenkinek ezt a könyvet, hogy kint a harctéren
van valaki, és úgy adja a tanácsokat, az egy kicsit másképp van, mint hogyha egy könyvekből lefordítja, és akkor ilyen, hát valahogy az ő nézőpontját elmondja. Nem tudom, erre írjatok már valamit, hogy ez szerintetek is így van, vagy nem így van, de ugye aki kint van a harctéren, az tud igazán hitelesen ilyen dolgokról beszélni. Na és akkor jött egy olyan cég, ami egy ilyen videokommunikációs eszközöket próbálgatott volna eladni az embereknek, és ott tesztelgetni kellett ilyen konferenciát termet, és akkor találtuk ki az egyik barátommal, Péterre, hogy hát úgy beszélgessünk, de miről? És akkor mondja Péter, hogy hát beszélgessünk arról, hogy hogyan dolgoznak a networkerek. És hát így alakult ki ez a dolog, és az azóta se változott. Jöttek, mentek emberek, morzsolódtak le, utána csatlakoztak, stb. Jöttek, mentek cégek is, aztán utána, amikor megtaláltam azt a céget, amiben igazán érdemes beletenni a energiámat, akkor arra gondoltam, hogy mi lenne, ha erről beszélnék, bár nem mondok cégnevet, meg nem mondok termékneveket sem, mert nem ez a lényeg, hanem azon keresztül, ahogy én építem mondjuk a mi cégünket, így tudjak tanácsot adni olyan embereknek is, akik mondjuk nem a mi cégünket építik, de egyébként meg networkerek. Na és így alakult ki ez a napi rutin, ez a 9 óra, amikor azt hittem, hogy ez csak egy ilyen pár hétig fog menni, és már, hú gyerekek, hatodik éve nyugom ezt. És volt már, hogy egy évre leálltam, mert voltak ilyen rosszabb passzok, de ez se probléma, mert értetek teszem, mert ugye mondtátok, hogy kezd már megint, olyan jó volt, amikor így együtt ittam a forró teát, te ott dumáltál valamit, és akkor úgy fél álomba, így hallgattalak, és akkor úgy valami beugrott, és akkor olyan jó volt a Lódiba úgy tárgyalni, mert úgy éreztem, hogy mint hogy ott lennél velem, és akkor értitek? Tehát ez így alakult ki nálam. Aztán természetesen rájöttem én arra, hogy ha bemutatom azokat a módszereket, amiket én csinálok, nagyon sok követőm is lehet így. És ez így is történt, mert rengeteg követő volt, és mai napig is egyre többen vagytok innen, köszönöm nektek, hogy biztattatok, hogy ezt csináljam tovább is. És hát jöttek az ötletek, folyamatosan, napi szinten, de olyan ötletek, hogy néha én is így, de tényleg erről beszélni kellene? Hát lehet, hogy ezt nem is fog érdekelni őket. És hát így alakult ki ez a dolog, ezt most nem tudom, hogy jó-e, hogy nem jó, hogy elmondtam, csak ezt azért szerettem volna nektek így elmondani, hogy értsétek ezt, hogy miért csinálom mindezeket így reggelente. És arra kérlek benneteket, hogy így a videó alá írjátok már, hogy tényleg ad ez értéket nektek, vagy hagyd már ezt a francba, tehát ilyet is írhattok ám, mert akkor fogom, aztán hamarabb megyek le az edzőterembe, csak valami mindig azt mondja, hogy ez még olyan jó lenne, hogy a barátaim tudnák, és akkor valahogy így elmondom, vagy ne csináljam, vagy folytassuk ezt, vagy nem tudom. Ezt majd is az élet hozza, illetve ti. De én nagy szeretettel csinálom ezt, és tényleg nem a pénzért csinálom, hál' Istennek már nem azért kell, hanem mert úgy szeretnék segíteni annak, aki ezt a szakmát választja, mint mi is. Úgyhogy hirtelen ennyit így bevezetésképpen, és ma hoztam nektek egy témát, ami szerintem úgy most idevágó dolog, hogy azért valami értéket is adjak, és ez nem más, mint maga az egyszerűség, és az egyszerűségem belül viszont a fókusz. Ez azért szeretném egy picit kibontani egy ilyen 5-10 percbe, mert látom, hogy emberek küszködnek ezekkel a dolgokkal, látom, hogy túl bonyolítják néhányan ezt az egész reklámszakmát, mert ez csak egy reklámszakma, itt nem arról szól, hogy most így árulni kell dolgokat, hanem jó kell reklámozni, aminek hatására általatok megvesznek dolgokat, és rajtatok végigmegy ez a jutalékrendszer. Ez jó, nem? Tehát nem kell betáraznod magadnál, hogy legyen áru. Kész, tehát egyszerűen csak elmondod, hogy neked miért jó ez, mit csinált veled az adott termék, és hogyha hisznek neked, ha hiteles vagy, akkor egyszerűen csatlakoznak, és paf, és megtörténik a jutalék. Ennyire egyszerű, képzeljétek el. Mégis az emberek túlbonyolítják. Amivel nem lenne baj, ha tudnák, hogy túlbonyolítják. Mondhatnám azt is, hogy így végigmegy mindenki ezen az egészen, először túlbonyolítják azért, mert ezt tanulják az iskolába,
hogy jó körbe kell járni mindent, meg úgy kicsit is komor, utána majd valahogyan majd így 24 évet tanulni valamilyen szakmát, és utána majd valahogy elkezdeni. Még az asztalos szakmánál is, az én nagypapám én asztalos volt, ácsasztalos, és még ő is azt mondta, hogy fiam, nem baj az, ha billeg ez a szék. Láttam, hogy tanítja a tanítványait, nem baj, hogy billeg, csak legalább van már egy szék, amit hazavihetsz. Szóval kicsit billeg, aztán majd megjavítod, hogy ne billegjen, de legyen egy széked. Annyira egyszerűen elmondta az öreg, azóta is benne van az agyamban, hogy miért kell túlbonyolítani dolgokat. Vagy mondjuk ne a szakmánál maradjunk, hanem van ez az a bűvös párkapcsolati kérdés. Na, egész éjjel nem aludtam, mert dolgoztam, és közben így ment háttérbe ilyen videó, meg így mentek ilyen anyagok, és véletlenül valahogy a YouTube, tudjátok, magától is betesz ilyen dolgokat, és valami párkapcsolati dolgok mentek ott a háttérbe, és így kicsit így leállok, iszogatom a kávát, és így, Istenem, mekkora baromságokat mondanak. Tehát annyira túlbonyolítják ezeket a párkapcsolati kérdéseket is, hogy mi lesz majd, hogyha jön a nagy ő, meg hogyha majd a nagy ő után meg még nagyobb jön, meg szóval mindenféle hülyeség. És azt látom, hogy még iparágok is mennek ebben kapcsolatban, ami nem lenne baj, csak az a baj, hogy az egészet túlbonyolítják. És ezért sokan el is hiszük ezeket a dolgokat, és mi is túlbonyolítjuk. Én is. Tehát ezért volt az, hogy le kell érni egy 50-55 évet ahhoz, hogy az ember egy élettapasztalattal rendelkezzen, és ne bonyolítson túl a dolgokat. Megállok egy picit. Igaz-e az, hogy életetek során ti is találkoztatok már ezzel a jelenséggel, hogy olyan bonyolultnak tűnt a dolog, amikor elkezdtél valamit, aztán még jobban megbonyolítottad, és a végén már annyira belebonyolultad, hogy azt mondtad, hogy ez már nem is jó. Közben meg, ha egyszerűen elkezdted volna, de mondom bármit, még a szexre is érvényes, nem kell ezt túlbonyolítani, egyszerűen csinálni kell, meg gyakorolni, hogyha ilyen dolgokkal kapcsolatosan találkoztatok, ide jó belenyugtam, nem baj, írjátok ide nyugodtan, hogy érdemes egyszerűen csinálni a dolgokat, mert az egyszerűség az, ami majd utána másolódik, főleg a mi szakmánkban, és hogyha másolódik, akkor az egyszerűséggel az egyszerűség tud másolódni, akkor nagyon gyorsan tud nőni a csapatotok. Én is csináltam, hogy túlbonyolítottam dolgokat, és láttam, hogy az emberek, akik ezt csináltak, még jobban túlbonyolították, és egy nagyon bonyolult csapat jött össze, ami aztán szét is hullott. De aztán, hogy egyre egyszerűbben kezdtem el mutatni a dolgokat, egyre egyszerűbben láttam, hogy ők is csinálják, és így már egy stabilabb csoport tudott kialakulni, de még mindig beleesünk különböző ilyen bonyolításokba. Mire gondolok pontosan? Például vannak a marketing tervek. Na most, a network marketing tervek, ezek nagyon jó ki vannak találva, higgyétek el. Úgy vannak kitalálva, hogy úgy azért ne lehessen lefejni a céget. Úgy van a kitalálva, hogy azért jó, meg tudják gazdagodni belőle, de azért dolgozni kell. És akkor én látok embereket, akik megerőszakolják a marketing terveket, tehát mindenféle dolgot elkövetnek, holott ott van, leegyszerűsítve, akár mi üzletünkben is láttam már ilyet, hogy mit kell csinálni pontosan, nem. Ők másképp csinálják, mert ők kitalálták, hogy majd azt így kell csinálni, és akkor csodálkoznak, hogy összedől a világ, mert nem fog az működni, amit ők kitaláltak, mert a marketing tervet azért olyan emberek találják ki, akik ezzel foglalkoznak, és tudják, hogy te, meg én, meg majd a többiek majd túl akarják bonyolítani, meg majd kicsit így rendelek, meg úgy rendelek, aztán majd néha fogom a fejemet. És azért érdekes a téma, higgyétek el, én mindent kipróbáltam, amit nem szabadott volna. Mert azt hittem, hogy majd én jobban tudom. A nagy túrót. Úgy megégettem néha magamat, gyerekek, hogy valami brutál. Úgy kirúgtak néhány cégből, hogy csak úgy röpültem, hiába dolgoztam x évig. Egyszerűen nem tartottam be a marketing tervet, és egy bizonyos dolgot elkövettem, hogy nem szabadott volna. Puff, már rúgtak is ki. És én akkor megfogadtam, hogy a francba csak úgy kell ezt csinálni, ahogy kitalálták, és amióta higgyétek el, úgy csinálom, hogy az első számú prioritás maga becsületesség, és úgy, ahogy le van írva, szépen végigmenni a marketing tervbe, és az elmúlt évben például én így írtam el a gyémántot, direkt megnéztem, hogy
alulról építkezve egy egyszerű ember, akinek mondjuk nincs pénze, hogyan tudja megcsinálni egy gyémántot lépésről lépésre úgy, hogy nem spájzol be árukészletet. Tehát nekem ez volt a célom, hogy szinte pénz nélkül, de jó reklámozással hogyan tudok fölépíteni egy gyémántot. Ez jó cél szerintetek, hogy pici befektetés, még mi az sem. Tehát szinte semmi pénz, csak mondjuk a kezdő csomag, és utána mindent bónusz, pontokból, jutalékokból, hogyan lehet fölépíteni egy gyémánt szintet. Ez jó, szerintetek? És azért csináltam meg, hogy meg tudjam mutatni, hogy minél egyszerűbben csináljuk, és teljesen leszűkítve a lézerfókuszt, alapoktól kezdve másolhatóvá tenni, és ezt mutatni meg másoknak, hogy föl lehessen építeni. És jelentem, már két emberem van, aki kettő fokozatra van a gyémántól. Kettő fokozatra. Ez jó-e szerintetek? Jó, másfél évbe telt, vagy telt, még én is megcsináltam, de már fölhoztam annyi embert, és rengeteg olyan ember, aki már fél úton van, a gyémánt fele, meg már úgy háromnegyed része van készen, tehát szerintem ez működő dolog. Csak az kell hozzá, és ezek az emberek meg is értették azt, hogy hogyan kell leegyszerűsíteni a dolgokat. Azért tartottam fontosnak, hogy ezt megemlítsem, mert tudom, hogy most, ha te network fejjel nézed ezt, akkor arra kérlek, hogy nézd meg, hogy most mit bonyolítasz túl. Mi az, ami mondjuk a három dologból, hogy a meghívás, prezentáció, lezárás, meghívás, vevőgondozás, lezárás, ezekből mit bonyolítasz túl? Túlságosan nagy feneket kerítesz annak, hogy meghív embereket, bevonz embereket, beszélj emberekkel, megkérdezd tőlük, hogy hogy vannak, bizalmi hidat alakítsák ki. Nézd meg, és írd le magadnak, hogy mit bonyolíthatsz túl ezen. Ha nem tudod, akkor kérdezd meg a szponzorodat, a mentorodat, hogy figyú, nekem valahogy nem megy ez a dolog, nem tudom a bizalmi hidat még kiépíteni, még nem állnak velem szóba az emberek, mi a fenét csinálják, hogy az menjen. És kérdezd meg, tehát egyedül nem fog menni, egyedül majd egy tábor tűzni, így kitalálod, hogy hát, ezt majd így kell csinálni. Nem lehet. Oké, gyakorlod, de beszélgess a szponzoroddal. A szponzor az nem azért van, hogy állandóan cseszegesen téged, hanem azért van, hogy válaszoljon a kérdéseidre. Ha nem kérdezel, akkor a szponzor azt hiszi, hogy hát minden happy, az megy magától. Ha kérdezel, akkor a szponzor meg válaszolni fog, és akkor elindulsz azon az úton. Tehát ne félj sose kérdezni. Volt egy barátom, aki mindig azt mondta, hogy addig hülye, ameddig kérdez, ha nem kérdez, az is marad. Ez nagyon megragadott bennem. Tehát kérdezni kell. Mindig kérdésben legyetek. Mondja az ACS, hogy hogyan lehetne ez ennél is jó. Ugye, ha Lila tanfolyamaira jártak, akkor ő mindig ezt tanítja, hogy hogyan lehetne még ennél is jobb. Hogyan lehetnék egy jobb hozzájárulása ahhoz, hogy te sikeres legyél. Értitek ezt? Tehát nézd meg, hogy most mit bonyolítasz túl. Vagy itt van ez a prezentáció. Lehet, hogy mindent elmondasz a prezentáción, vagy lehet, hogy nem egyszerűsíted le, és nem lépésenként adagolod be az információt, hanem rögtön rá zúdítod az összes terméket, az összes termékhatást, az összes tapasztalatot, meg még a marketing tervet, még azt is elárulod, hogy mi a matching bónusz. És akkor szegény, néz, mint az új kapura a bornyú, és akkor mondja, hogy mi van? Hagyjam engem ebből a hülyeséggel is. Tudjátok, hogy igaza van. Mert ő csak egy pici lépést akar, ha akar, az sem biztos, de csak egy pici lépést adjatok neki. És hogyha azt a lépést már befogadta, akkor adod a következő lépést. Addig, míg meg nem történik a lezárás. Vagy nem jó vagy a lezárásban. Lehet, hogy rögtön azt mondod, hogy ide a lóvét, aztán majd jó lesz. Vagy nem tudom, hogy zártok le. Ezt is meg kell tanulni. De csak ezt a három dolgot kell megtanulni. És akkor már elindul a szekér, és csak gyakorolni. Mondom, ez olyan, mint a szex. Tehát tényleg arra gondoljatok, ennyire egyszerű, ösztönből jön ez. Tehát
Mindenki tud szexelni, ha gyakorolja, meg ha akar. Meg ha nem, az is. De mindenki tud eladni, higgyétek el, mert egész életetekben eladtok magatokat. Eladjátok az ötleteket, mert másképp nem fogtok kapni semmit. Már kisgyerek megtanulja a marketinget. Tehát, hogyha te voltál gyerek, akkor pontosan tudod a marketinget, mert a legjobb marketer az a gyerek, amikor akar egy először még kis autót, mint az én kis unokám, aztán majd tabletet, meg Nike cipőt, meg a fene tudja, te meg megveszed neki. Miért? Azért, mert jó marketingje. Lehet, hogy mondhatom azt, hogy jó a bizalmi hídja a gyereknek. Hát bíz, nem? Hát te gyereked. De biztos, hogy valahogy ki tudta magának vívni a bizalmat, vagy mondhatom azt, hogy ösztönösen. Ő pontosan tudja, nem tanulja ezt, hogy hogy kellene. Vagy zárt már le téged egy gyerek? Így. Jó a prezentáció, nem? Hát elő tudja adni, hogy hát figyelj, hát szóval, hogyha ez most nem lesz meg, tehát hát kész. Hát ez a Samsung legújabb S20 plusz, és ha nem lesz meg, én nem is tudom, mi lesz. És te megfogod magad, és kifizeted neki. Hallottatok már ilyen horror történetet. Úgyis ez jó-e vagy nem, lényegtelen. A lényeg az, hogy jó a gyereknek a marketingje. De megmagyarázod, hogy ha majd kisfiam, majd, és akkor vannak ilyen részletfizetési lehetőségek, hogy majd ezt megcsinálod, akkor kapsz és ennyi pénzt, hogy ráneveled a gyereket a pénz teremtésre, ugye mosogatnak, meg látom ilyen pénzneve, vagy ilyen pénzteremtési lehetőséget. Nagyon jó egyébként, a Miki barátom még ezt így csinálják, hogy a gyerekeknek adnak pénzt azért, mert elvégzik a házi munkát. Ez tök jó, viszont őt is hallottam, hogy hamarabb sikerült megvásároltatni apuval az adott állított szekrényt, vagy mit tudom én, iPhone-t, mert jó a gyerekeknek a marketingük. Igaz, Máté fiam, ha itt vagy, akkor hallasz, akkor ide jössz egy yes, hogy te is apánál érted már ezt, hogyha akartad, hogy hamarabb meglegyen az a áhított telefon. Szóval van mit tanulni, de a jó hír az, hogy bennünk van ez, a zsigerünkben bennünk van, csak ezt ki kell egy picit így aknázni. Gyakorolni kell, és egyszer csak így előjön az intuíció, hogy a francba, ebben az emberre így kéne beszélni. Lehet, hogy nem is kell neki mondani az üzletet, csak egy jó sztorit kell elmondani, hogy mennyire jó egy termék egy bizonyos betegség típusnál, mennyire hatékony, és ő meg majd magától akar egy készítményt, és akkor már azt mondja, hogy ez mennyibe került, meg elmondod, hogy hát tulajdonképpen ingyenesen is lehet. És akkor azt mondja, hogy jaj, akkor én beregisztrálok, és puf, már meg is történt a regisztráció, a vásárlás, és ráadásul kaptál hozzá jutalékot. Ennyire egyszerű ez. Úgyhogy, hát így ezeket írtam föl magamnak most. Remélem, hogy egy picit tudtam nektek segíteni, és megígérem, holnap is jövök, hogyha igénylitek. Aztán bontogatjuk ezeket a megoldásokat, és azt szeretném, hogy egyre sikeresebb legyetek az adott üzletetekben. Sziasztok, a teremtő erő legyen veletek, és találkozunk holnap is ugyanebben az időben.